Máté evangéliuma 24. rész Jézus jövendőrése a templomról. Amikor Jézus kijött a templomból és tovább akart menni, odaléptek hozzá a tanítványai, hogy megmutassák neki a templom épületeit. Ő azonban így szólt hozzájuk: Látjátok mindezt? Bizony mondom nektek, nem marad itt kőkövön, amit lenerombolnának. A nagy megpróbáltatás ideje. Amikor Jézus az olajfák hegyén ült, oda mentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték: Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének? Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, nehogy valaki megtévesztetiteket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: Én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, ne rémüljetek meg, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajúdás kínjainak kezdete. Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, sokakban meghidegül a szeretet. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Amikor tehát meglátjátok, hogy a pusztító utálatosság ott áll a szent helyen, erről beszélt Dániel próféta, aki olvassa értse meg, akkor azok, akik Júdeában lesznek, meneküljenek a hegyekbe, aki a ház tetején lesz, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit, és aki a mezőn lesz, ne térjen vissza, hogy elhozza felső ruháját. Jaj a terhes és a szoptató anyáknak azokban a napokban! imádkozzatok, hogy ne kelljen sem télen, sem szombaton menekülnötök, mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Ha nem rövidítetnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidítetnek azok a napok. Az emberfia eljövetele. Akkor, ha valaki ezt mondja nektek, íme itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek el. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak majd, nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy így megtévesszék, ha lehet a választottakat is. Íme előre megmondtam nektek. Ha tehát azt mondják nektek, íme a pusztában van, ne menjetek ki, íme a belső szobákban van, ne higgyétek el. Mert ahogyan a villámlás keletről támad, és ellátszik nyugatig, úgy lesz az emberfiának az eljövetele is. Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskesejük. Közvetlenül a ma napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartó oszlopai megrendülnek, és akkor feltűnik az emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden nemzetsége, és meglátják az emberfiát eljönni az ég felhőin, nagy hatalommal és dicsőséggel. És ő elküldi angyalait nagy harsona szóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. Tanuljatok a fügefa példájából, amikor már zsendül az ága és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok mindezt, tudjátok, hogy közel van ő az ajtó előtt. Bizony mondom nektek, hogy nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem történik. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Azt a napot pedig és azt az órát senki nem tudja, sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Mert ahogy a Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia eljövetele is mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és minnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik, két asszony őről a kézimalommal, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti uratok. Gondoljatok arra, ha tudná a házura, hogy mikor jön el éjjel a tolvaj, akkor virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Az okos és a gonosz szolga. Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az úr, hogy a maga idejében eledelt adjon nekik? Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál ura, amikor megjön. Bizony mondom nektek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig az a gonosz szolga így szólna szívében, késik az én uram, és verni kezdené szolgatásait, és együtt enne és inna a részegesekkel, Megjön annak a szolgának az ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja, akkor ketté vágatja, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.